nincs miért leszúrni senkit, jól melóztunk 60 percen keresztül. Igen, voltak hibáink, meg voltak a hibák, amiket az ellenfél kihasznált. Dolgoztunk mi is azért, hogy máshogy alakuljon a vége. Sajnos nem így sikerült. Általában a hoki és a jég igazságos. Dolgozunk azon, hogy megtaláljuk azt, ami nem klappolt, és ami javítanunk kell ahhoz, hogy a következőben húzzunk. Nem tudtuk hozni a tegnapi jó támadó játékunkat, annak ellenére, hogy tegnap jobb volt a játékunk, ugyanúgy csak két gólt tudtunk szerezni. Agresszívebbek voltak, nem tudtuk annyit dédelgetni a korongot, és nem tudtuk úgy építeni a támadásainkat. Úgy érzem, hogy jól reagáltunk rá, de nem sikerült úgy menedzselnünk a korongot, ahogy szeretnénk volna. Igazából minden nap új, és teljesen mindegy, hogy mi az eredmény adott napon. Ha győzelem, akkor azért, ha vereség, akkor azért el kell felejteni, mert nem szabad benne maradni abban az állapotban. Dolgozni kell a következő meccsen, jelenleg a következő a szerdai japánok elleni. Innentől kezdve már teljes mértékben arra fókuszálunk.